az első kiadás ötlete akkor merült fel bennünk, amikor azt hiszem, hogy 2001-ben először jártunk az Athos-hegyen. És akkor ugye magyarul nem nagyon állt rendelkezésre más szakirodalom, mint Rapcsányi Lászlónak, az egyébként remekül megírt Athos könyve. Még egyetlen szépséghibája az volt, hogy azt 1979-ben adták ki, és a 2001-es látogatásra elég sok minden megváltozott. Mi vitte oda önöket? Természetesen a kíváncsiság, a történészi, a szellemi, meg a natúr emberi kíváncsiság. És amikor ugye felszálltunk a hajóra, akkor a görögök szerintem nem nagyon értették, hogy mit keresünk. És ezek az értetlen tekintetek voltak azok, amik nekem eszembe jutottak, hogy lehet, hogy kéne egy picit napra készen kézi könyvet is írni Athos-hegyről, hogy az utánunk jövők ne ugyanezzel szembesüljenek. A másik indító ok pedig az volt, hogy a Szenthegyen van egy darab magyar szerzetes. Ő is mondta, hogy jó lenne, hogyha a Rapcsányi könyvön kívül egy másik könyv is, egy napra készebb könyv is lenne, mert hát a Rapcsányi könyv az a 70-es évek közepén a kihalófélben lévő Athost, az elnéptelenedő monostorokat, a kiöregedő szerzeteseket mutatta be. Ugye akkor volt még a 70-es években, hogy a görög kormány azzal számolt, hogy nem sokára úgyis kihalnak ezek a fura szerzetek innen, és akkor a maradékot ledeportálják majd Athosnak a déli felére, az északi részét pedig meg lehet nyitni, és bizánci hoteleket létesíteni a monostorban. De ez a folyamat a 80-es évek második felétől, 90-es évektől kezdve megfordult, és Athos újra benépesült, úgyhogy igencsak aktuális lett egy új kötetnek a kiadása. Ebben az időben, amiről ön most beszélt, a kíváncsi turista volt, vagy pedig zarándokló hallgató egy teológián? Ó, nem voltam ennek, akkor még teológus, akkor frissen megkeresztelkedett neofita voltam, aki már tudott egy icipicit görögül, volt valami fogalma az ortodoxiáról, de hát akkor még csak vallástörténészi tanulmányaim vége felé jártam. Minden új volt, ami ott volt, ami élő volt, és ami fogadott bennünk. Ha valaki belép Athos-hegyre, akkor onnantól kezdve ő nem turista, tehát automatikusan bármilyenek is legyenek a belső intenciója, onnantól kezdve automatikusan zarándok minőségbe csap át. Már csak azért is, mert ugye a turista jellemzője az, hogy mindenhol a saját maga számára megszokott kényelemfokot próbálja elérni, és azt szerint válogat a szállások és az úti célok közül. Athoson pedig úgy van, hogy a szerzetesekkel együtt lehet, és csak velük együtt lehet étkezni napi kétszer, csak az ő általuk kijelölt zarándokszálláson lehet lakni. A szertartásokon feltételezik, hogy részt vesz az ember, úgyhogy ott nagyon vihargyorsan mindenki zarándok lesz. Olvastam a könyvben, hogy vannak 5-6 órás szertartások is. Azok a szelidebbek, de az a mindennapi. Nem, hát ami mondjuk egy hosszabb szertartás, az 10-12 órás. Étlen szomjan. Hát természetesen. Jegyezzük meg, hogy Athoson a miénktől, a megszokottól nagyon különböző életformát élnek az ott élő szerzetesek. Ez a közösség olyan emberekből tevődik össze, akik magányra vágytak, mégis együtt vannak. Hogy lehet ezt az ellentmondást föloldani? Nem feltétlenül, ugyanis Athoson a szerzetesi életnek a utóbbi 1500-600-700-800 évben kialakult valamennyi formája megtalálható, ami azt jelenti, hogy vannak olyan magányos remeték, akik még magukkal se találkoznak jószerivel. Aztán vannak teljesen magányos letelepedett szerzetesek, egy-két tanítvánnyal együtt élő lelkiatyák, kisebb szerzetesi csoportosulások, akik 10-15-en vannak, aztán szerzetesi falvak, akik külön élnek, de a központi templomban vasárnaponként meg nagy ünnepekként összejönnek, és vannak a nagy monostorok, amik 40-től 120 szerzetesig funkcionálnak, tehát hogy ennyien laknak egy nagy családként, úgyhogy igazából mindenféle foka az együttlétnek és a magánynak adott Athoson.
választható, mondjuk a szerzetesek maguk választják, hogy... Nem egészen, mert ez úgy működik, hogy valaki repülőrajtból nem lehet remete. Nem az van, hogy valaki oda megy szerzetesnek, beöltöztetik és aztán kicsapják a pusztába, vagy ki akar menni a pusztába, mert úgy gondolják, hogy aki a közösség életre nem alkalmas, az a remete életben sem fog helytállni, hanem szépen megbolondul lassan. Tehát a remeték azok egy 10-15 évet biztos, hogy lehúztak közösségben előtte, és utána mehetnek az apát és a lelki atya engedélyével külön utakra, mert akkor lelkileg már elég erősek ahhoz, hogy ne bolonduljanak meg és ne omoljanak össze. Ez nagyon érdekes ellentmondás, amit említett, hogy aki nem bírja ki közösségben, az nem lehet remete. Ez nem az ember azt gondolná, hogy éppen hogy. Nem, ez nem ellentmondás, ez lelki tapasztalat. Athoszon azt mondják, egyébként valószínűleg nagyon bölcsen, hogy az Athosz nem az a hely, ami arra való, arra lenne alkalmas, hogy az ember kikapcsolódjon, vagy összeszedje magát, vagy elvonuljon. Nem arra való, hogy a világi megpróbáltatásoktól és kísértésektől elvonulja az ember. Ugye az egyik általam mindig felhozott példa, az annak a francia milliómosnak az esete, aki Franciaországban valami turizmusra összefüggő nagy vállalkozásnak volt a feje. Aztán annyira elegelt a pénzből és a külföldiekből, hogy amikor ortodox lett, akkor erősödött benne a szerzetesi hívás, és utána novícius lett Athoszon, és utána beöltöztették szerzetesnek, és akkor az apát azt mondta, hogy te pedig a monostornak a boltjában fogsz dolgozni, ahol semmi mással nem kellett foglalkozni, mint pénzzel és külföldiekkel. Mert mondta neki az apát, hogy ez nem az a hely, ahol elmenekülhetünk, hanem ahol szembenézünk a kihívásokra. Az Athoszon élő szerzetesek napi rendje lehet mondani, hogy több mint 1000 éve formálódik, hol szigorúbb, hol kevésbé szigorú, és számomra az a meglepő, hogy azt várná az ember, hogy napjainkra a kevésbé szigorú életmód, életvitel jellemző a szerzetesekre, ez pont fordítva van, tehát a lazábbtól haladunk a szigorúbb felé, pedig, hogy úgy mondjam, a világ ma azt várná el, hogy lazábbak legyünk Athoszon is. És ez egy érdekes tanulság, például szerintem a nyugati keresztény egyházak számára, amikor a világ után mennek, vagy a világhoz próbálnak igazodni, mert Athosznak a hanyatlása az akkor fordult meg, amikor szép lassan mindegyik monostor visszatért a szigorúbb közös életrendi formához. Ugye a török időkben átvették könnyítésként, egyszerűen a fennmaradás érdekében, az úgynevezett időritmon saját ritmusú életrendet, ami minden szerzetesnek engedélyezett, ha nagyon kevés, akkor is, de valamennyi magán vagyont, amivel rendelkezhetett, amivel az a nagy monostor, aminek már nem voltak birtokai, vagy nem hoztak annyit, nem tudta ellátni a legalapvetőbb funkciókat sem a közösség felé, ezért ebbe menekültek bele gyakorlatilag ezek a monostorok ebbe az időritma rendszerbe. Tehát ez volt a lazább. Ez volt a lazább, és ehhez képest akkor kezdett Athosz újra benépesülni, amikor szép lassan minden monostor élére olyan szerzetesek kerültek, akik visszahozták a szigorúbb, közös, teljes nincstelenségen, egyéni nincstelenségen alapuló életrendet, illetve akkor, amikor a Szenthegynek a szigorúbb részén, a remeték által lakott úgynevezett sivatagban a hészük azt a Szent József nevű remetének, aki gyakorlatilag egy ilyen fecskefészekszerű házikóban lakott egy sziklán, és az ő öt tanítványának a hatására, akik az alapító lelki atya halála után Athosz különböző monostoraiba és a monostorok élére kerültek, ők kezdték megszervezni azt a hagyományos és szigorú életrendet, ami évszázadokig azelőtt egyébként jellemezte a szentet. Arról beszéltünk, hogy a szerzetesek életmódja a kevésbé szigorútól a szigorúbb felé halad, viszont lépést tart a világgal, hiszen olvasom, hogy a Vatopediu monostorban például lehet internetezni. Hogy van ez a dolog? Ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit? Nem, a szerzeteseknek nem lehet internetezni, hanem mivel ez egy nagy monostor, van egy belső hálózatuk, egy intranet,
amit ők maguk egymás közt használnak ahhoz, hogy a könyvszerkesztéshez az anyagokat ide tudják, ide-oda tudják küldözgetni a könyv vagy kódex restaurátor műhelyből, abban digitalizált dolgokat a másik részre át tudják küldeni, és van két darab szerzetes, aki a monosorba bejövő e-maileket kezeli. Rendkívül kulcsa volt számomra, amikor a könyvében, ebben a szép kiállítású könyvében egy párbeszédet idézett, amiben a megszólaló tulajdonképpen ő akart valamit mondani, kérni a megszólítottól, és úgy kezdte a beszédét, hogy áldást kérek. Ez az áldáskérés, vagy az adj áldást, atya, ez a standard köszönés. Nem csak szerzetesek között, hanem az ortodoxiában a hívek és a papok között is. Tehát a hívek úgy köszönnek a papnak, hogy magyarul adj áldást, vagy imáidat kérlek, örülnek Lorgison, vagy Tinef Hissu Pater. Tehát ez csak az átoszi etiketnek a része. Feltűnt nekem, amikor végigolvastam a könyvet, hogy minden nevezett neve előtt ott van az, hogy szent. Tehát ha egy kicsit tréfásra akarom fogni a dolgot, akkor azt kell mondanom, hogy a egy négyzetkilométerre eső szentek száma átoszon nagyon magas. Na az, igen, a szent sűrűség az ott határozottan a világ egyik legmagasabb értékét adja ki, de hát azért 1000 év alatt volt mit összegyűjteni. Kik nevezik ki az átoszi szenteket szentnek? Az ortodox egyházban a szenté válás az úgy működik, és így átoszon is, hogy ugye azt a szentről, vagy egy szent életű atyáról azért egészen pontosan lehet tudni, hogy ő kicsoda. Tehát ha csak nem dugja el nagyon, és nem rejti nagyon véka, illetve csuha alá, akkor azt érezni az emberről, hogy mennyire van az Isten közelségünk az állapotában, és elszendelülése vagy halála után, azért ha továbbra is ugyanilyen intenzív és erős a jelenléte, akkor a helyi közösség elkezdi szentként tisztelni, ez nem csak átoszolva négy helyen, egyébként bárhol az ortodox világban, és ha ez a jelenléte megmarad és sugárzóvá válik, akkor előbb-utóbb az egyház hivatalosan is elismeri, nem szenté avatja, nincsen szenté avatási pör, hanem hivatalosan elismeri azt, hogy igen, ez az ember, ez több, mint egy egyszerű. Úgy tudom, hogy azért sem egyszerű Athoszra belépni, mert voltak éppen Athosz az ugyan Görögország része, de valamennyire egy önálló állam is. Így van, Athosznak vannak szépen, ahogy egy államtól elvárható felségvizei, van a határa, amely fallal van elkerítve a félszigetnek a többi részétől, van neki rendőrség és vámvizsgálat is történik, amikor kifele jön az ember onnan, úgyhogy úgy viselkedik át azt, mint egy állam, mint hogy az is. Egy szerzetesi köztársaság. Athoszon, ha jól tudom, akkor körülbelül 20 nagyobb monostor van, és azt szeretném megkérdezni most Nagy-Csinák Gergely Andrástól, a könyv egyik szerzőjétől, ortodox paptól, hogy ezek közül melyik az ő kedvence. Amikor már elég sokat járt az ember Athoszon, akkor kialakulnak helyek, ahova különösen kötődik, és ez igazából nem helyek, hanem emberek.